A Magyar Nemzeti Bank színes grafika segítségével mutatja be honlapján azokat a friss adatokat, melyek a személygépkocsik éves díjának, illetve a többi járműosztály átlagdíjának éves és negyedéves változását jelzik. Az NMB 2021-től negyedévente teszi közzé a díj és a kár alakulását bemutató indexét. Régen évente változott, évente hirdettek meg kötelező felelősségbiztosítást a biztosítók, hiszen december 31-je volt a gépjárművek kötelezőinek a fordulópontja. Aztán 2010-ben változott ez meg, itt már negyed évente, tehát 60 naponta nem is negyed évente, 60 naponta jönnek ki új biztosítási árakkal a biztosítók kötelező biztosítás terméknél. Így negyed évente vagy 60 naponta látjuk azt, hogy hogyan változnak a díjak, és értelemszerűen az előző ugyanolyan időszakhoz képest nézik meg a statisztikai változást. 2024 második negyedévének végén 57 ezer forint volt a személygépkocsi kötelező gépjármű felelősségbiztosítási átlagos éves díja. Ez 1,6%-os növekedést jelez az előző negyedéves értékhez képest. A flottás járművek esetén a taxik és segédmotoros kerékpárok díjai 50% felett növekedtek, míg a nehéz pótkocsik díjai csak minimális 3%-kal emelkedtek. Folytatódott az éves kárráfordítás emelkedése is, ami 4% volt, negyedéves alapon azonban stagnál. A kötelező biztosítás ára széles skálán mozog. A díj több tényezőből áll össze. Van egy alapdíj, illetve vannak olyan díjak, amit minden biztosító figyelembe vesz. Például azt, hogy főváros vagy vidék, idős vagy fiatal, régebb óta vezet, vagy most szerezte a jogosítványát, balesetet okozott már, hány alkalommal nem okozott balesetet, és minden biztosító eldönti azt a kárstatisztikák és ezeknek a paraméternek a figyelembevételével, hogy melyik az a kategória, ami az ő meglátása szerint jó ügyfél lehet, melyik az a kategória még nem olyan jó ügyfél lehet, és ennek megfelelően árazza be ezt a terméket. Amennyiben egy ügyfél a szerződését áttekintve nem elégedett a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás díjával vagy a szolgáltatás minőségével, szerződéskötési évfordulóján lehetősége van a számára legkedvezőbb biztosítási ajánlat kiválasztására. 60 naponta jönnek ki a biztosító díjakkal. Tehát ha nekem fordul az autómnak a kötelező felelősségbiztosítása, a forduló napja előtt 60 nappal tudunk díjat mondani. 61 nappal sajnos nem. Arra kell figyelni, hogy az adott biztosítási szerződés felmondásának 30 nappal a forduló előtt be kell érkeznie.